A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, bő 3 perc elteltével 12-4-es pécsi vezetésnél már időt kellett kérni a Sitko Ernőnek. A folytatásban aztán átvette az irányítást, majd a vezetést a hazai csapat, amely 4 pontos előnnyel vonulhatott a nagy szünetre. A harmadik negyedben már 16 ponttal is vezetett a Nyíregyháza, ebből az előnyből 13 megmaradt a záró 10 perc kezdetére is, azonban a Pécs egy 13-0-ás rohammal kiegyenlített. A házigazda viszont újítani tudott, és a végül 27 pontig jutó Krisztanovics vezérletével második győzelmét érte el Sitko Ernő együttese. A Pécs egy szervezett kosárlabdát játszik, ellenük mindenképpen másodtámadó játékunk, illetve más ellenük játszani. Ez egyik, a másik pedig már láttak minket játszani, úgyhogy bizonyos dolgok arra fel tudtak készülni. De nagyon örülök annak, hogy sokszor megtaláltuk a következő opciós lehetőséget. Ugye a játékaink úgy vannak felépítve, hogy valamilyen célt el szeretnénk érni vele, majd ha azt a célt levédekezik, akkor mindig van második, harmadik, negyedik opció. És örülök annak, hogy a második opciókat már elővettük. A következő mérkőzésen majd elő kell venni a harmadik és a negyedik opciókat, majd utána pedig új játékokat tanulni, hiszen tovább előre kell lépni, mert mindenki készül ellenünk, és mindenki tudni fogja, hogy milyen játékot játszunk. A pécsiek edzője szerint csapata sokat hibázott, így nem is lehetett más végkimenetele a mérkőzésnek. Az első fél időben is könnyen engedtük, hogy a Nyíregyháza megfordítsa a mérkőzést a szünetre, és nagyon sokat hibáztunk olyan könnyű helyzetekben, mint az ittszerek és a büntetők. Ugye a harmadik negyedben egyszerűen nem találtuk támadásba ritmus, de ez nem is lett volna akkora gond, hogyha a védekezésünk működött volna, és hamar 15 pontos előnyt szerzett a Nyíregyháza, és utána viszont pont a védekezés szigorítása miatt vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, de hát a Nyíregyháza annál sokkal jobb csapat, hogy mi amikor 16 pontról visszajövünk, akkor azt tudjuk esetleg tartani és nyerni tudjunk mérkőzést. A nyíregyházi csapatban először lépett pályára kezdőként Busz Iván, aki 10 ponttal, 10 gólpasszal és 8 lepattanóval vette ki részét a győzelemből. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam ideges, bár Ernő úgy közölte nekem edzés végén, hogy nehezen rágódj, vagy nehezen adja egész délután. Hát az egész délután nem is, de 80%-án ezen agyaltam. Idegesen is kezdtem, de volt ott egy 3 pontos, ami úgy érzem megnyugtatott, meg hogy az egész csapat idegesen kezdett kicsit, valami 9-2 is volt, ami 10-2, aztán fokozatosan visszajöttünk, és átvettük az irányítást a találkozó felett. A forduló további eredményei Szombathely Sopron 79-75, Zalaegerszeg Kaposvár 88-68, Atomerőmű Szolnok háromszori hosszabbítás után 118-107, Körment Kecskemét 93-57, Szeged Jászberény 91-67 és Albafehérvár Mavsz 93-49. Három forduló után az Atomerőműese és a Körment 100%-os, a Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 1 vereséggel a 6. helyen várja szombati szolnoki vendégjátékát.